Sziasztok, Szalai Tamás vagyok, és ez itt a Codecast. Az előző epizódban arról beszélgettünk egy kicsit, hogy a VTP Sales-nek mi az alapja, tehát mi a mi módszertanunk. Ebben az epizódban pedig megnézzük, hogy az első eleme, vagy azaz a V, vagyis az értékesítő személyisége, hogyan néz ki részletesebben. A V szint, azaz a vibration, az értékesítőnek a kisugárzását és a személyiségét jelenti. Ez azért fontos, hogy rendben legyen, mert enélkül, hogyha a kommunikáción dolgoznánk, vagy csak a professzionalizmuson dolgoznánk, akkor nem menne át az üzenet, amire kell. Tehát lehetsz egy nagyon jó értékesítő, akkor is, hogyha nem vonzol a személyiséged, csak éppen nem lesznek olyan soha olyan eredményeid, amik a profiknak vannak. És a legtöbb esetben egyébként nem ez szokott történni, hogyha valakinek gyenge a személyisége, akkor sajnos hiába tud jól kommunikálni, hiába néz ki úgy, mint egy profi, hiába vannak profi szkriptjei, sajnos nem fog eredményes lenni ebben a szakmában. Hiszen legelőször nem a terméket mutatjuk be, amikor beszélünk valamiről, vagy nem a szolgáltatást, hanem először az embereket vásárolják meg, akikkel szemben ül valaki. Tehát, hogyha értékesítésről, személyes értékesítésről van szó, akkor mindig a legfontosabb az értékesítő személyisége. És ehhez kapcsolódik ugye a V szint, a vibration, ami magába foglalja azt, hogy az értékesítőnek milyen motivációja van, mennyire szereti azt, amit csinál, mennyire érzi úgy, hogy ő céltudatos, mennyire tudja pontosan, hogy ő hova tart, és a másik része az, hogy mennyire volt képes saját magának értékesíteni azt a szolgáltatást, tehát mondjuk mennyire képes hinni az ő szolgáltatásában, termékében, vagy tanácsadásában, hogy ő a legmegfelelőbben tudja ezt kommunikálni és másoknak átadni. Hiszen ha te saját magad nem hiszel abban, amit te csinálsz, akkor ez hogyan tudnál átadni másik embernek? Nagyon nehezen meg lehet ezt csinálni, csak sajnos hosszú távon nem lesz eredményes, vagy kiégéshez fog vezetni. Hogyha ezzel te rendben vagy, akkor már van egy jó alapod ahhoz, hogy sikeres értékesítő legyél, viszont itt is fennáll a másik kettő pontnak a hiánya, hiszen hogyha a T szinted gyenge, nem tudod átadni másoknak azt, hogy te mennyire hiszel valamiben, akkor sajnos nem leszel ebben sikeres. Hogyha nem tudsz számok alapján dolgozni érzelmek helyett, akkor pedig hosszú távon nem leszel ebben sikeres, és hullámzó lesz a teljesítményed. Hogyha saját magamat elemezném egy picit, akár V szinten, akkor azt mondanám, hogy a mai önmagam már jóval magasabb szinten van, mint ahogy én ezt elkezdtem. És ennek az útja az egyértelműen az önfejlesztés útja volt. Tehát mai teljesítményemre, vagy mai V-szintemre lehet, hogy már egy magas számot adnék. Persze ez nem minden helyzetben, és nem minden dologban van így. Viszont amikor valakivel még egy értékesítő beszélgetést folytatok, akkor úgy érzem, hogy én hiszek abban, amit csinálok, és van célom is vele. Viszont korábban nem ez volt a helyzet, amikor én elkezdtem saját magamat fejleszteni, akkor az első pont mindig az volt, hogy én magammal nem voltam olyan szinten rendben, hiszen valamilyen szinten introvertált embernek tartom magam, és ebben az esetben mindig kételkedik az ember saját magában, hogy ő képes-e valamit csinálni. Azzal nem volt gond, hogy én hiszek-e abban, amit én csinálok, hogyha olyan dolog volt, ami ezt tényleg mellé tudtam állni, viszont magamban mindig volt egy kétel. És az első állomásom nekem gyakorlatilag a fejlődésemben az volt, hogy én magamat kezdtem el olyan szintre felhozni, hogy elhiggyem azt saját magamról, hogy tudok hatással lenni egy másik emberre, és hogy eléggé átmegy az a személyiség, eléggé vonzó egy másik embernek, hogy akár vásároljon tőlem, akár pedig megbízom bennem egy bizonyos szituációban vagy üzleti helyzetben. Amikor én észrevettem, hogy ez nekem nem erősségem, az első lépés az egyértelműen az volt, hogy felelősséget vállaltam. Tehát, hogy én vagyok a felelős azért, hogy hol akarok tartani. Hogyha én most nem hiszek magamban eléggé, akkor nekem kell vállalnom a felelősséget, hogy azon dolgozzak, hogy jobban hiszek majd magamban. Tehát ez volt az első lépés, hogy én felelősséget vállaltam az adott helyzetért. Éppként ez egy nagyon fontos pontja az értékesítőnek és az értékesítő személyiségének. Azok a legjobb értékesítők, akik azt gondolják magukról, hogy minden rajtuk múlik. Tehát vállalják a felelősséget 100%-ban azért, amit ők elvégeznek munkát. Még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül igaz az adott helyzetben, mi gyakran teszünk fel a saját értékesítőinknek, amikor fel szeretnék venni valakit, olyan kérdéseket, amik felelősségvállalásra utalnak, például kinek a hibája az, hogy, vagy mit csinálna ebben a helyzetben, hogyha ez történne. És ezekre a kérdésekre adott válaszok alapján nagyon könnyen kiderül, hogy mennyire tartja felelősnek saját magát az adott ember, vagy mennyire képes egy adott helyzetben úgy viselkedni. És hogyha az értékesítő képes ezt megtenni, ezt az első lépést, amit én is megtettem, hogy vállaltam a felelősséget azért, aki vagyok, és amit én képviselek, akkor már nagyon könnyű utána az út, mert hiszen, hogyha a miértet megtaláljuk, én szeretnék fejlődni, és tudom, hogy rajtam múlik, akkor hogyan az meg fogja mutatni saját magát. Tehát onnantól kezdve elkezdtem azzal foglalkozni, hogy milyen könyveket olvasok, milyen
podcasteket, hanganyagokat hallgatok, és milyen emberekre hallgatok én az életemben. Nyilván olyat kerestem mindig, aki számomra hiteles volt, és amiből én úgy gondoltam, hogy azt a tulajdonságot el tudom sajátítani, amiben én kételkedtem az adott pillanatban. Az első lépés tehát az, hogy felelősséget vállalunk a helyzetért, és elkezdünk javulni. Következő lépésként én azt javaslom neked mindig, vagy legalábbis, hogyha az én mentoráltam lennél, akkor azt javasolnám neked, hogy állíts ki magadnak egy olyan célt, amit hosszú távon szeretnél elérni. Tehát mondjuk egy 2-5 éves célt tűz ki magadnak, és mikor ez megtörtént, hogy ne maradjunk ebben a delíriumban, hogy ez majd valamikor megvalósul, kezdjük azzal, hogy egy következő logikus lépést kijelölünk ahhoz a célhoz. És akkor már rögtön megjön a következő eleme annak, hogy rendben legyen a vészinted, motivált leszel, hiszen lesz célod, amit el szeretnél érni. Ezt követően pedig a legfontosabb lépés az, hogy írd le, hogy te miért vásárolnád meg a te saját termékedet, szolgáltatásodat vagy tanácsadásodat, mi az a pont, ami miatt te ezt érdekesnek gondolod, és ezzel már kialakul a hited abban, amit te képviselni szeretnél. Ha ezt a három lépést megtetted, akkor ez egy jó dolog, hogyha ezt önállóan nem sikerült megtenned, akkor érdemes elolvasni egy-kettő olyan alapművet, amik mondjuk a Napóleon Hillnek a Gondolkodj és Gazdagodj című könyve, vagy ugyanígy ennek a szerzőnek bármelyik könyve, ezek nagyon jó könyvek, Zig Ziglernek a Viszlát a túlcson című könyve, vagy az olyan könyvek, amik általánosságban akár motivációs könyvként is felfoghatóak, de inkább sokkal mélyebben egy önfejlesztő könyvként felfoghatóak, és ezekből nagyon sokat tudsz tanulni ezen az útvonalon. Ezt követően nyilván lesznek olyan specifikus könyvek is, amik értékesei könyvek, amiket érdemes elolvasnod, de először találd meg a te motivációdat, és kezdj el azon dolgozni, hogy saját magad rendben legyél, hogy utána az értékesülésed többi részén is tudjunk majd dolgozni. Felmerült a gondolat, hogy akkor az értékesítés személyiség arról szól, hogy én lelkes vagyok, pozitív vagyok, és kisötörök mindig az energiától, ez nem ezt jelenti. Tehát nem azt kell keresni, hogy te úgymond egy kicsit ilyen bután pozitív legyél, és beleállj minden helyzetben ilyen nagyon nagy lendülettel, hanem egyszerűen arról szól, hogy te tud magad mindig egy olyan állapotba hozni, ahol te tudsz egy pozitív hatást kiváltani a másik emberből. Hiszen az értékesítés az hatásgyakorlás. Hogyha te nem tudsz egy pozitív hatást gyakorolni a másik emberre, akkor valószínűleg nem fog tudni hozzád kapcsolódni, tehát nem fog tőled vásárolni. Hogyha éppen egy rossz napod van, vagy úgy érzed, hogy te abban a pillanatban nem vagy erre képes, és mondjuk azon gondolkozol, hogy hogyan tudnád magad felhozni abban a helyzetben, hogy egy másik ember elé állj. Erre nagyon sok kisebb, könnyebb módszer van. Mi általában a mentoráltaknak azt szoktuk megtanítani, hogy van egy úgynevezett state, egy olyan állapot, amiben egy értékesülő bekerül, mielőtt elkezd ő valakinek átadni valamit. És ennek az első lépése az, hogy egy bőségtudattal menjünk neki, hiszen hogyha hiány szemlélettel mész, hogyha azon gondolkodsz, hogy éppen ki kell fizetni a számládat, hogyha azon gondolkodsz, hogy éppen a párkapcsolatban nincsen rendben valami, az nem egy jó vonala annak, ahogy te elindulnál. Hanem képzeld el saját magad úgy, mint egy színész. Amikor a színpadra fellép valaki, akkor téged nem érdekel annak az embernek a magánélete, és nem is látod, hogy bármilyen hatással lenne rá a magánélete. Ezt, hogy te elérd értékesítőként, egyszerűen arra kell gondolnod, hogy minden rendben van az életedben, attól függetlenül. Tehát próbálj egy ilyen bőségtudatot kialakítani. Én azt szoktam mondani egy kezdőnek, hogy gondoljon arra, hogy van egy 3, 4, 5, 6, vagy nem tudom, ami neki az államszáma, annyi millió forint az ő bankszámláján, és teljesen mindegy, hogy ebben a helyzetben ő értékesít, vagy nem értékesít, hiszen minden rendben van, van elég pénze. Ugye nagyon sok esetben, hogyha az ellenkezője jön le egy másik emberről, akkor azt szokták mondani a vásárlók, hogy nagyon érződött azon az emberre, hogy nekem el akar adni valamit. Vagy nagyon érződött, hogy kell neki ez az üzlet. És ez nem a legjobb kisugárzás, amivel a másik ember felé tudsz menni, hanem egy bőségállapotba próbálj elérni. És a másik az, hogy próbálj meg bizonyos élményeket rögzíteni saját magadban. Hogyha erről ezt kicsit szeretnél bővebben olvasni, Jordan Belfordnak a könyvében van arról szó, hogy ő hogyan használt bizonyos módszereket arra, hogy rögzítsen egy élményt. Ez lehet akár úgy, hogy egy illatot rögzítesz abban a pillanatban, amikor elsikeresednek érzed magad, tehát akkor próbálsz egy illatot társadalni hozzá, és mielőtt legközelebb abba a helyzetbe kerülsz, hogy egy nyomás alakul ki rajtad, akkor újra azt az illatot előveszed, de nagyon sok ilyen módja van ennek. Tehát nem feltétlenül ez a módja, hogy te neked szagolgatnod kéne egy bármit is, hanem az, hogy tanulj meg egy olyan
élményt rögzíteni, amit bármikor elő tudsz húzni, akkor is, amikor rossz időszakod van. És ezt hívjuk annak, hogy belekerülünk abba a bizonyos state-be. Ezt nagyon részletesen szoktuk megtanítani azoknak, akik velünk dolgoznak, viszont neked nem kell az velünk dolgoznod, hogy ezt meg tud tanulni, egyszerűen csak gyakorold azt az állapotot, hogy hogyan tudod függetleníteni magadat egy adott helyzettől, és próbálj meg elképzelni magad egy ilyen megfigyelőként, mint hogyha te saját magadat figyelnéd, és te lennél a színész az adott helyzetben. Hogyan tudnád azt a színész rendbe rakni, hogy a színpadon jól szerepeljen? Ha ilyen kérdéseket teszel fel saját magadnak, azzal meg tudod válaszolni azt, hogy hogyan tudsz abba a helyzetbe kerülni, ahol mindig tudsz értékesíteni, és mint mondtam, ez nem egy ilyen nagyon bután lelkes helyzet, hanem egy egyszerűen magabiztos helyzet, ahol képes vagy elhinni saját magadról azt, hogy te abban a helyzetben hatással tudsz lenni a másik emberre, és ez egy pozitív hatás lesz. Nekem független attól, hogy milyen napom van, az szokott lenni az én jól bevált módszerem, hogy minden egyes értékesítés előtt én elképzelem az ideális állapotot, hogy mi fog történni. Az, hogy vásároltak tőlem, és hogy nagyon örülök annak, hogy ismét sikerült egy üzletet létrehoznom. Tehát azt az élményt képzelem el, hogy én hogyan fogom akkor érezni magamat, amikor ez egy sikeresen lezárt üzlet lesz. És ebben benne maradok körülbelül egy percig, ebben az érzésben, megélem ezt az érzést, és mikor én úgy érzem, hogy én ezt eléggé jól meg tudtam élni, akkor egyszerűen elengedem, hogy attól függetlenül, hogy ez megvalósul vagy sem, igazából nincs jelentősége, mert én azt az érzést, amit akartam, már így is úgy is átéltem. És ettől tudok abban a helyzetben lenni, hogy a körülményektől függetlenül magabiztos vagyok, viszont nagyon jól érzem magam abban a szituációban, amikor valakivel beszélgetek, és tudok rá figyelni. Mivel magamat már előre lezártam, az én érzésemet már megkaptam az értékesítés előtt, én tudok arra az emberre figyelni, akivel én ott dolgozok, és akinek én azt szeretném bemutatni, amit én értékesítek abban az adott helyzetben. Úgyhogy nekem ez az én bevált módszerem, hogy előre elképzelem, majd elengedem ezt az érzést teljesen, és igyekszek a másik emberre figyelni. Ha most ebben a pillanatban az van a fejedben, hogy ez egy mesterkélt dolognak tűnik neked, vagy azon gondolkozol, hogy mit szól ahhoz a másik ember, hogy mondjuk egy ilyen folyamatot lát. Nos, egy színésznél sosem gondolkozol ezen, hiszen jól csinálja, amit csinál. Tehát, hogyha eléggé jól tudod ezt csinálni, akkor ez nem fog rajtad érződni. Másfelől viszont ezen azért nem kell aggódnod, hiszen hogyha például egy olyan módszert alkalmazol, mint én, akkor mi a lényeg? Az, hogy te megtanulj odafigyelni a másik emberre. És hogyha te előtte saját magadat már kipipáltad ezen a szinten, és nem magadra kell figyelned, akkor a másik embernek ez már nem lesz ott az ő fejében, csak az a pillanat lesz ott, hogy te őre 100%-osan odafigyelsz. És minden ember mit szeretne, amikor beszélget valakivel, teljesen mindegy, hogy ez egy értékesítői szituáció, vagy tehát vásárlásról van szó, vagy egyszerűen csak beszélget valakivel, az, hogy odafigyeljenek rá. Minden embernek azt mondta Dale Carnegie, a homlokára van írva az, hogy éreztes velem, hogy én fontos vagyok. Tehát, hogyha a másik ember fontosnak érzi magát attól a helyzettől, hogy te odafigyelsz rá, akkor semmilyen ilyen érzés nem lesz benne, hogy ez mesterkélt, hiszen azt már előtte lejátszottad. És ott már nem a színészi játék lesz, ami nagyon fontos, hiszen azt már kipipáltuk az elején, hanem az lesz a nagyon fontos, hogy a másik emberre mennyire tudsz ráhangolódni, és mennyire tudod őt kiszolgálni azzal a termékkel vagy szolgáltatással, amit te értékesítesz neki. Hiszen ez az egész folyamat, amiről az előbb beszélgettünk, ez rólad szól, nem a másik emberről. Neki nem kell azzal törődnöd, hogy ő mit gondol erről a helyzetről, neked magaddal kell az elején törődnöd, és a folyamatban ez már nem fog érződni, hanem egyszerűen természetesen ott lesz, jelen lesz veled. Hogyha tényleg komolyan foglalkozol azzal, hogy neked milyen a V-szinted, tehát a személyiséged, az nem kizárólag az értékesítés területén hozhat neked eredményeket vagy hasznokat. Nyilván itt megint nem arról beszélünk, hogy egy pszichológiai tanácsást adok neked, vagy bármilyen komolyabb témát, viszont az, hogyha elkezdesz azzal foglalkozni, hogy neked milyen karakterhibáid vannak, hogy neked milyen helyzetekben jönnek ki bizonyos tulajdonságaid, amik mondjuk nem kellemes tulajdonságok, azok nem csak ott tudnak neked segíteni, amikor te az üzleti életedben szeretnél előre jutni, hanem ott is, hogyha te a magánéletedben valamivel elakadtál. Az alapvető boldogságod is meg tudja azt határozni, hogy te mennyire vagy motivált a szakmádban, és mennyire vagy motivált bizonyos helyzetekben, vagy hogyan tudod kihúzni saját magad egy gödörből, vagy egy mélypontból. Ha ezzel elkezdesz egy picit foglalkozni, akkor nem csak az értékesítésed fog fejlődni, hanem az életed nagyon sok területén megtalálod azt a fajta boldogságot, amit lehet, hogy régebb óta keresel már. A módszer, amiről itt beszélgettünk, hogy az értékesítésnél hasznos, hogy valamilyen szinten egy state-be kerülj, tehát ezekkel a kisebb technikákkal vagy módszerekkel
Ezek nem csak abban tudnak neked segíteni, hogy az értékesítésed jobb legyen, hanem hogyha esetleg egy kicsit izgulósabb típus vagy, vagy szorongsz, vagy félsz egy telefonhívástól, ami nem feltétlenül egy értékesítői telefonhívás, hanem csak valakit félsz felhívni. Ha picit ezekkel dolgozol, és egy picit alkalmazod ezt a pár módszert, azzal is rengeteget tudsz hozzátenni az életedhez. Tehát egy ilyen kis apró dolog is nagyon sokat tud segíteni neked abban, hogyha egy hétköznapi helyzetet kell megoldanod. Hogyha kíváncsivá tett téged az a pár könyv, amiről beszéltem a Codecast epizód során, akkor jó hírem van, hiszen feltettük a Napoleon Hillnek a Gondolkodj és Gazdagodj című könyvének a rövidített verzióját az extra tartalmak közé. Tehát, hogyha szeretnéd ezt elolvasni, vagy megnézni, akkor csak menj fel a szalajtamás.hu/Codecast-re, és az extra tartalmakra iratkozz fel, és ennek az epizódnak az extrai között megtalálod majd ezt a rövidített könyvet. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál ebben az epizódban. A következő részben arról fogunk egy picit beszélgetni, hogy hogyan néz ki az értékesítő kommunikációja, tehát a T-szintet fogjuk elemezni egy kicsit együtt. Hogyha szeretnéd azt megnézni, vagy tetszenek neked ezek az epizódok, akkor iratkozz fel a social felületeken, és találkozunk a következőben is.